Hello, úr, mindenkinek újra itt. Ma egy kis videóban egy kis okosságot szeretnék megmutatni, amit hozzáteszek, nem csak én használom, sokan mások is. Arra az esetre, hogyha van teszem fel egy, nem tudom, egy példa 10 méter magas, vagy 15 méter magas törzsünk, ugye a legegyszerűbb módja felhelyezni rá csizát, hogyha van egy whoopee slingünk, úgy állítható, gyorsan fel lehet rá tenni vele, vagy egy ultra slingünk, azzal is ugye. Viszont, hogyha nekem nincs kéznél valamelyik két eszköz, csak mondjuk egy, ebben az esetben egy 5 méter hosszú dead eye slingem, ami ugye így néz ki, van rajta csiga egy szemmel. Most ugye ezt azért elég időigényes tud lenni, felrakni, levenni, felrakni, levenni, minden egyes vágás előtt, után, igaz? Na most én megmutatom, hogy én ezt hogy szoktam állíthatóra megcsinálni. Szóval ugye van maga a kötelünk, ugye ez egy 5 méteres, akkor ezt így nagyjából lefelezem. Körülbelül tudom, hogy mi az a hossz, ami nekem a törzs átmérőhöz szükséges, szóval én ezt most nagyjából lefelezem. És nem túl messzire a szemtől csinálok rá egy kötést. Áttekerem rajta a kötelet. Négyszer. Tulajdonképpen ez egy mászó pluszi kötés. Így. Ez nekem így fog kinézni. Nem tudom, mennyire lehet majd látni. És hát megpróbálom kicsit lejjebb fordítani. Szóval ez így fog kinézni nekem. Négy köt a tekerés, és átveszem ezt a rövid szálamat a hurok közt. És az első és a második tekerés között átveszem a szálamat. Így. Ezt jó erősen megfeszítem. Minél erősebben. Így, és ezt a végét pedig egy 8-as kötéssel elkötöm. Lehetőleg közel a Honda Classic kötéshez. Ez fogja megakadályozni, hogyha esetleg szét akarna csúszni a rendszer. Nekem még nem volt rá példa. Szóval azonnal ugye kaptunk a csigánk. Van rajta ez a úgymond pluszik kötés, és ugye van rajta ez a biztonsági csomó. Most ezt megmutatom. Tuskó, és akkor annyit csinálok, hogy a csigát átteszem a fán, hogy ez nem ér át rajta, és akkor egyszerűen a csigát meghúzom ezen a csomón, így, amennyire szükséges. Feltettem a csigát. Tessék! Ezáltal így, ez egy feszes, biztonságos rendszert alkot, és állítható. Így fog kinézni. És itt van az állítható része. Eligazítsuk ugye, és ilyenkor az fog történni, hogy ha megkapja a terhelést, akkor az egész saját magát megfeszíti terhelés által. Úgyhogy ha megejtettem a következő vágást, vagy meg kell ejteni a következő vágást, akkor csak leveszem. Így lejjebb vittem, és így lejjebb, és lejjebb, és lejjebb, és lejjebb. Így ennek a módszernek köszönhetően
nincs szükség arra, hogy állandóan az ember kibontsa a csomót, lejjebb tegye a standját, újra felkötözze, aztán újra le, újra fel, így egy egyszerű mozdulattal ugye le és fel tudja tenni az ember arra a pontra, amely ponton neki szüksége van rá. Hát örülök, ha megnézed a videót, örülök, ha segítettem, viszlát!